A Tolna megyei térségfejlesztési non-profit közhasznú Kft. És konzorciumi partnerei pályaorientációs fórumának az volt a célja, hogy az iskolaválasztás előtt álló gyerekek felkészültek legyenek a munkaerőpiac igényei szerinti képzési rendszerekből. A paktum résztvevői arra kötöttek együttműködést, hogy felmérik térségi szinteken a gazdaság diktálta munkaerőigényt, és lehetőségeik szerint ehhez igazítsák a szakképzést. Több különböző feladatot fogalmaz meg maga a paktum projekt. Nem csak azt, hogy a hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek bevonását a foglalkoztatási rendszerbe, illetve ezeknek a hátrányos helyzetüknek a csökkentését, hanem más alapon is keresjük a megoldást. Ugye itt célunk ebben a paktumban a kis, közepes és mikrovállalkozásoknak a segítése, munkaerővel ellátása. Ami az állandó utánpótlás és igazából a jövőt jelenti, ez a fiataloknak az olyan irányú ismeretekhez juttatása, illetve az ő döntésüknek, a nyolcadikosoknak a pályaválasztási döntésének a segítése, amely arra irányul, hogy mindenki többen válaszolnak szakmákat. A mai fórumnak is az a jelentőség, hogy általánosságban szeretnénk visszaadni a partnereinkkel együtt, a konzorció partnereinkkel együtt a kormány elhatározásának megfelelően is a szakmák becsületét, megbecsülését, és egy olyan életpályát biztosítani a fiataloknak ezeken a szakmákon keresztül, amelyet örömmel végeznek, kiteljesülnek, és hát gyakorlatilag az életük végéig biztosít számukra megfelelő megélhetést és perspektívát. Ez már a második kör, az elmúlt év őszén szintén csináltuk ezeket a járásonként, ezeket a pályaorientációs fórumokat. Hát elindultak, én azt mondhatom, a várakozásnál jobban sikerültek az elmúlt évben. Tehát volt egy kis hezitálás, tartózkodás ezektől, hiszen rengeteg ilyen hasonló programban vesznek részt az iskolák, néha még soknak is tűnik. Mi nem konkrétan egy-egy iskolát vagy egy-egy szakmát akarunk propagálni és segíteni és figyelmet felhívni a fiataloknak, hanem általánosság, vagy az előbb is mondtam, tehát általánosságban felhívni, hogy milyen életpálya lehetőség van a szakma választásban. A tájékoztató munka eredményeként is betudható, hogy a tapasztalatok szerint a továbbtanulás előtt álló fiatalok jelentős számban már a szakmatanulást részesítik előnyben. Úgy vettük észre az elmúlt években, hogy egyrészt a gazdasági társadalmi változások miatt is, és a szakképzésnek a reklámozása révén is változás történt a családok és a gyerekek nézőpontjában is, és szívesen választanak szakmát. Többségében a szakma irányába tolódtak el a gyerekek, legkevesebben választják a gimnáziumot, csak a kimondottan jó tanuló gyerekek, és viszonylag egy nagy réteg a szakmát és érettségét együtt adó intézményeket választják. A kormány az elmúlt napokban új szakképzési törvényt fogadott el, mely alapjaiban módosítja a rendszert, technikumok és szakképzőiskolák között választhatnak a szakmát tanulni vágyók. A szakképzés teljes egészében megváltozik, mert meg kell változni, hiszen ezer szállal kötődik a munkaerőpiachoz, és a munkaerőpiaci kihívásokra azonnal reagálni kell. Mi már korábban ismertük a szakképzési törvény tervezetét, és egyértelműen azt látjuk, hogy ez a fajta új technikumi rendszer, amit a szakképzés keretében bevezetnek, a gyerekek számára egyértelműen előnyös változást jelent. Ösztöndi lehetőségeket biztosít. 5 év alatt szakképzési végzettséget biztosít. A 12. évfolyam végén 3 tárgyból érettségi lehetősége biztosít, és a 13. év végén pedig OK és végzettség megszerzését teszi lehetővé. Növekszik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek a lehetősége, hiszen magasabb munkaerőpiaci értékkel bírnak a technikumban szerzett szakok, valamint növekszik az egyetemi főiskolai továbbtanulásnak is a lehetősége, hiszen a szakirányú szerzett emelt szintű érettség és technikumi végzettség előnyöket jelent ilyen szempontból. Ez egy nagyon komoly átalakítás itt a szakmai oktatásban, és ez azt jelenti, hogy ez nem zsákutca fiataloknak, hanem szerteágazó lehetőséget biztosít a szakma megszerzése után, akár technikum, tehát nyilvánul először érettségire, utána technikumi végzettség megszerzésére, vagy pedig szakirányú felsőfokú végzettségére is akár, kinek mihez van kedve. Én úgy látom, visszatérve a kérdésre, hogy a tavalyi évben ez sikerült,
az idén még nagyobb létszám várható. Elsősorban az érettségi utáni képzésben tud rugalmasan a piaci viszonyokhoz igazodni a szakképzés, mondta Dömötör Csaba, a Szexuális Szakképzési Centrum kancellárja. Az élethosszig tartó tanulásról beszélni kell, és ez nem egy frázis, és nem egy elcsépelt szókapcsolat, hanem ez valóságos élethosszig tartó tanulásként kell végig gondolni. Ennek az egyik része az iskolai rendszer. Az iskolai rendszer az, ahol 3-5 éves képzési ciklusokban gondolkodunk, ez a kevésbé rugalmas része, bár itt is a tananyag tartalmakban tudunk olyan változásokat eszközölni, ami ahhoz szükséges, hogy a céges igényeket, a vállalati igényeket ki tudjuk elégíteni. A másik része az a felnőttek képzése. A felnőttek képzése már sokkal rugalmasabb, rövidebb időtartamban tud menni, a tananyagokat másképpen tudjuk összerakni, és hát ott összességében egy sokkal rövidebb idő alatt egy sokkal rugalmasabb rendszerben tudunk az igényekhez igazodni. A szakképzési centrum tagintézményei felnőtt képzési tevékenységet is végeznek, ezt nyilván piaci alapon tudjuk végezni, és van egy felnőtt oktatási részünk is, ami a második szakképesítés ingyenessége révén iskolai rendszerű, de ott is tudunk olyan rugalmas iskola szervezési utakat kínálni, ami nem 2 éves vagy 3 éves képzési ciklusokat hoz magával, hanem egy ennél sokkal rövidebb idejű képzést. A törvényi módosítás okozta előnyök tovább növelhetik a szakképzést választók arányát. A szakemberek véleménye szerint a pontos tájékoztatás fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Éppen ezért további hasonló fórumok szervezése várható a közeljövőben.